Sziasztok, Ilina vagyok, és köszöntök mindenkit a csatornámon. Hát, eredetileg nem ezt a videó címet terveztem adni a videónak, és nem ez lett volna a videónak a fő témája, ami végül is lett. Én úgy terveztem, hogy egy kéthetes kihívást csinálok, amiben két hétig ilyen itthoni edzésprogramokat próbálok ki különböző emberektől, különböző fitnessguruktól, különböző testrészekre való edzést, has, felső test, láb, fenék, tudom én, karra nem akartam. Szóval azt terveztem, hogy ilyen csomó minden különböző edzéstervet kipróbálok, hogy megnézzem, hogy mennyire hatásos az itthoni edzés, mert én tudjátok, hogy nem itthon szoktam edzeni, szinte sose edzek itthon nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán, és nagyon sok kérdést szoktam ezzel kapcsolatban kapni, hogy az otthoni edzések is ugyanolyan hatásosak-e. Erről viszont nem tudok nyilatkozni, mert ez kicsit ilyen fail lett, ez az ilyen kis tesztelésem, amit véghez szerettem volna vinni a két hét alatt. Szóval egy ideje már húzom ezt a videót, hogy ezt az intrót felvegyem. Mondtam folyamatosan, hogy oké, majd holnap megpróbálok valamit, csak tudjátok, amikor amúgy is járok edzőterembe, és még emellett itthon szeretném tesztelgetni ezeket az itthoni edzéses dolgokat, és hogyha mondjuk az edzőteremben lábozok, akkor aznap biztos, hogy alsó testre nem tudok semmit se csinálni itthon. Felső testre azért nem, mert mondjuk másnap, következő nap már felső testre edzenék, és nem akarom magamnak túlterhelni. Szóval mindig csak húztam, halasztottam, hogy oké, következő nap, jó, majd jövő héten. Két hétből nem lett semmi. Egyedül a Chloe-tinges has challenge-et csináltam, és arra gondoltam, hogy akkor ez lesz a videó címe, mert tulajdonképpen ebből állt az egész. Úgy vagyok vele, hogy nyár van, meleg van, és egyszerűen itthon nem volt motivációm. Szerintem az itthoni edzésekkel egyébként az a probléma, hogy az ember nehezebben veszi rá magát, legalábbis én személy szerint nem tudom magam rávenni. De elhatároztam, hogy megcsinálom Chloe-tingnek a két hetes has challenge-ét, amit leteszek nektek a leírásba, hogyha még esetleg nem láttátok, vagy nem hallottatok róla, vagy nem lennétek teljesen tisztában, hogy melyik ez pontosan. A tapasztalataimat a videó végén azt hiszem elmondtam, de még annyit tennék hozzá, hogy azért gondoltam, hogy ezt leteszem, mert nagyon sok külföldi kedvenc videósomtól láttam, hogy hatalmas változásokat értek el a hasukon. Vissza akartam szerezni a kockáimat a hasamra, így versenyek után eltűntek. Gondoltam, hogy kicsit ezből segíthet. Én amúgy is szoktam hashazni olyan 3-1 héten körülbelül most. Ezért ez egy intenzív és kemény volt, hogy két héten keresztül majdnem minden nap hashaztam, majd közben fogjátok látni a folyamatot. Nagyon-nagyon sokszor voltam úgy vele, hogy borzasztóan nem volt kedvem hozzá, és úgy voltam, hogy én ezt nem csinálom, de azért megcsináltam, és nagyon-nagyon nehéz volt. Szóval csomó olyan fajta gyakorlat volt benne, ami számomra nagyon megerőltető volt, mert teljesen különböző attól, amit megszoktam. Illetve van egy rész, amit nem tudtam csinálni, mert meghúztam közben a vállamat. Természetesen nem hagyhattam ki az előtte-utána képet, amin olyan nagyon nagy változást én nem látok, és azt gondoltam, hogy sokkal nagyobb változást, és nem tudom, mit vártam, mert általában az a változás, amit ugye képeken szoktam látni, az ilyen kedvenc embereimnél, tudjátok. Ugye ők előtte vagy nem sportoltak, vagy úgy nem kifejezetten figyeltek a dolgokra, szóval, hogy úgymond a teljesen kezdőknek a Nem akarok senkit sem megsérteni, nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Az úgymond ilyen semmilyen hasából. Ugye, hogyha két hétig folyamatosan edzel a hasra, akkor azon nyilván meglátszik egy jelentős változás. Így nekik drasztikusabbnak tűnt a változás, mint nekem az amúgy is úgymond fejlett hasizmomra még rátette a lapáttal, és talán egy kis változás lett. Most kezdem nagyon érezni, szóval nem tudom én, szerintem kellett egy kis idő, hogy reagáljon a testem. Most ahogy az előbb itt leültem, nem tudom, nem mennyire látszik, viszonylag jók most a fények. Szóval most szerintem, most egy hétig nem hasasztam, tehát megvolt a program két hétig, és utána most egy hétig nem is hasasztam, mert egyszerűen nem akartam hasazni, és talán most jött ki egy kicsit így jobban az eredmény. Komolyan, nekem ilyen fáziskésésben van szerintem a testem, nem tudom. Szóval így
Nagyon-nagyon hosszúra sikere lett ez az intro, ne haragudjatok, csak le akartam tisztázni a tapasztalataimat, illetve azt, hogy nem így szerettem volna ezt a videót eredetileg tervezni, de ez sikerült belőle. Akkor térjünk is rá itt az előtte-utána képre. Szóval, mint látjátok, nem drasztikus a változás, de közérzetileg úgy voltam vele, hogy jó azért, hogy megértem, mert úgy jól éreztem magam, hogy így teljesítettem, így végigcsináltam a két hetet, és mondom így utólag, azért megérte, mert látom a változást. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog a videó, és nem lesz nagyon unalmas, igazából szinte végig két héten keresztül majdnem minden edzést felvettem time-lapse-be, ennyi megcsináltam, szóval nem is baj lehet, hogy ez az intro hosszabb lett, mert így legalább lesz valami hosszúsága a videónak, mert az, hogy két héten keresztül folyamatosan mutatom minden nap, hogy megcsinálom, az egy elég unalmas videó. Ennyi volt a magyarázat, nagyon unalmas vagyok. Sajnálom. Hát majd vágásnál kiderül, hogy mi lesz ebből a videóból egyetlen feltöltöm-e. Puszi! Jó szórakozást! Elérkeztünk a has kihívásnak a második napjához. Tegnap már csináltam egyet, amit nem vettem videóra, mert akkor még nem is gondoltam arra, hogy meg szeretném ezt a videót csinálni, de azt hiszem, még nem vettem fel az intrót most, amikor beszélek, de valószínűleg, hogy abban már elmondtam, hogy nem csak has gyakorlatok lesznek ebbe a kihívásban, egyéb más is. De ma csak egy hasra lesz időm, és a hasat pedig biztos, hogy minden nap fogom csinálni, úgyhogy kezdjük is el. Ez amit fájni fog? Most mit csinálsz? Nem is ezt csinálsz, hogy csináltál először. Nem jól a bedzés után. Ezt nem csinálom, csak sima hasfrist, mert
nem szeretek én az oldalakra dolgozni, mert nem szeretném, hogy bevastuk ugyan a derekom. Leizzadtam. 10 perc és meghaltam. Tegnap 20 percet csináltam, mert csináltam még egy alsó hasas izi. Nem tudom. Alsó hasas edzést így. Meg fogok próbálni valami normális használható képet csinálni most, hogy látszódjon az ilyen előtte, mert azért nem ártana látni az előtte-utána folyamatot. Szóval ez volt a második alkalmam, és kíváncsi leszek, hogy a végére mennyire fogom bírni, mert most végig szenvedtem, ahogy tegnap is. De majd biztos fejlődünk, mert láttam sok ilyen videót, akik csinálták ezt a kéthetes kihívást, hogy nagyon sokat fejlődtek, úgyhogy tök kíváncsi vagyok. Következő nap vagyunk, és következik ismételten a has edzés. Végeztem. Úristen, nagyon lefáradtam. Eljött a negyedik napja a has kihívásnak. Hát most mögöttem még csak sorozat megy, de mindjárt bekapcsolom. Kezdjük. Mai challenge-et kicsit később fogom csinálni, így időben, mert mindig ilyen kora délután szoktam, nem tudom, ilyen 2-3 körül. Most viszont egy picit később vagyunk, azt hiszem én, nem tudom, 6:30 körül lehetünk talán. Úgyhogy most ezen nagyon gyorsan csak túl szeretnék esni, de először úgy voltam, hogy jó, hogyha kihagyok egy napot, de nem, hogyha már egyszer elterveztem, akkor már befejezem. És egyébként most kivételesen sminkbe leszek, mert sminkbe voltam is. Most nem akarom elmosni. Ott vagyok. Kezdjük. Közben a másik műsor megy a háttérbe, úgyhogy most iPad-re fogjuk megcsinálni. Sziasztok, ma szerda van, és megcsináltuk anyával hétfőn, azt láttátok a legutolsó klipbe. Hétvégén őszinte leszek, kihagytam mindenki szombaton, meg vasárnap is. Tegnap itt nem vettük fel, és most felvesszük a hasad. És hát kéne valami más testrészre is majd edzeni, de az a baj, hogy így a súlyzós edzés mellett, a rendes edzés mellett annyira nem akarok. Thank you.
Na, sziasztok! Ma csütörtök van, és most fejeztem be az itthoni kis válledzésemet, de én kerestem ilyen itthoni válledzéses videókat YouTube-on, egyszerűen nem találtam olyat, ami tetszett volna, úgyhogy inkább megcsináltam a saját féle módomon. A lényeg az, hogy most gyors megcsinálom a hasedzést, és utána meg tovább a napom, úgyhogy csináljuk. Sziasztok! Egy pár napja már nem jelentkeztem be, mert végig itt csináltam a terembe a hasas feladatsort, és mivel egy telefon volt csak nálam, mert nem mindig anyával csináltam, ezért nem tudtam mivel felvenni, valamiről néznem is kell. De örömmel kijelentem, hogy megcsináltam a két hetet, most végeztem az utolsóval, és hát jó, ez nem csak a hastal van, hogy ennyire kinyitottam, kardióztam, de ja. Szóval amit tapasztaltam, szerintem azt most gyorsan elmondom, először is hát a hasamon látok változást, nem tudom, hogy most, hogyha minden nap mondjuk hasprést, meg lábemeléseket csinálnék két héten keresztül, valószínűleg akkor is látszódna a változás, nem tudom, hogy most külön ettől másabb-e, de minden esetre én tökre élveztem. Egy probléma van, hogy amikor a plankbe kellett ugye lefelmenni, azt már egy pár napja nem tudom megcsinálni, szerintem már több mint egy hete, csak az első pár napban csináltam, mert az egyiknél csütörtökön, az első hétnél csütörtökön nagyon meghúztam a vállamat, és azóta is nagyon fáj, úgyhogy azt sajnos nem tudtam csinálni, de ott csak simán plankbe tartottam. De úgy egyébként unblock nagyon élveztem a kihívás, mert végre volt valami kihívás, amit végig kellett csinálnom, és azt nem tudom, hogy mennyivel vagyok kitartóbb így a végére, mármint, hogy mennyire tudom jobban végig csinálni a gyakorlatot, mint az első pár alkalommal, talán egy kicsit, de azért még most is csomószor van az, hogy úgy érzem, hogy nem tudom, most le kell tennem, vagy egy két másodperc mondjuk abba kell hagynom, de szerintem ez tökre normális. Minden esetre az biztos, hogy a hasam az most megerősödött, és a változást is látom. Valószínűleg itt a fényekből vissza fogja adni, hogy milyen. Van itt 800 millió tükör. Hát ilyen. Élőben, jó, lehet, hogy képen meg videón nem adja vissza, de élőben én tökre látom a változást, úgyhogy ennek nagyon örülök, és annak is egyébként, hogy végeztem, mert már kicsit néha masszera volt mindig így itt maradni a végére, mert ugye én nem szoktam minden nap hasazni, és néha azért tartottam pihenőnapot is. Ma például szerda van, és ugye ez már talán vasárnap, vagy hétfőn kellett volna, hogy befejezzem teljesen, de ugye az első héten a hétvégéket kihagytam, aztán most is vasárnap kihagytam, mert nem tudom, a pihenőnapjaimon úgy voltam vele, hogy a pihenőnap, akkor pihenőnap, és akkor nem szeretnék hasazni sem. És szerintem kell néha egy kis regenerálódás az izmoknak, ugyanúgy a hasnak is. Úgyhogy igen, hát sajnálom, hogy más testrészre nem csináltam semmit igazából, de olyan szempontból kicsit így elhanyagoltam a videót, vagy nem tudom. Na minden esetre ez szerintem csak visszaadja a valóságot, hogy nyárban meleg van, emellett edzek is, és nem akarom magam túlhajszolni, és szerintem ez is ennyi bőven elég volt. De le is zárnám ezt a videót, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha ideig eljutottatok, és hogyha ti is megcsináljátok, akkor tök kíváncsi vagyok a véleményetekre, meg a változásra, úgyhogy majd nyugodtan írjátok le a tapasztalataitokat, és ha van ötletetek, hogy milyen ilyen kihívást tudnék még megcsinálni, akkor írjátok meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk a legközelebb videóba. Puszi, sziasztok!